faltörőkost az útból! A vár kitart! Mindegyik közülük. Nézzük, mi lesz a sorsuk, gyertek! Kinyílt a várkapu, és a győztes had kivonul. Hajrá, magyarok! Az idegen nemzetsége. Na most, megkeserülték. Ez volt az igazi fekete leves. Egyszer a magyarokat összefogva látta mindenki. S lám, a legnehezebb ellenséget is legyőzték. S nézzük, kik hajtják őket majd maguk előtt. Ostorral! Hajtja ki őket az országból, hanem a következő magyar nemzedék, akinek az életét kívánták elvenni. Hajtják őket, hey, megkapták a magukét! Szedjétek a lábatokat, menjetek messzire, véleteket nem kívánjuk. Van még szép föld máshol is, ott van Grönland szigeten, ott van az Antarktisz. És ha még van egy kis esetek, ott van a marcs, hajrá! Marcs ki innen! És kergetik őket, üldözik őket, nézzétek! Oda nézzetek! Fogjátok meg! Gyerünk! Gyerekek, menjetek le Krisztinre az ország színéhez! Futás! A gyermekseleg középre az ország színébe! És jönnek a harcosok, zárkóznak! Arra kérlek benneteket, hogy gyermekeitekkel együtt jöjjetek be ide a nagy körbe! Gyertek, nyugodtan a köteleket, most át lehet lépni. Ez a ti országotok. Na előre, előre! Na és menjenek azok is közben, akinek ellenséget kellett játszani, mert hát az igaziak nem álltak ki. Ezt már megint futni kell.
Húzódjatok egyre közelebb, mert a zászlósok is keretezni fognak benneteket. Közelebb, közelebb, gyermekek középre! Gyermekesek, menjenek középre! Gyere, kussunk hátra, hogy kör legyen! Jöjjetek, jöjjetek! A gyermekek megáldása következik. És érkeznek a lovasok, hogy keretezzék a képet, és majd, hogy a lovasok megérkeztek halkan, csendesen, érkeznek az új kor lovasai is, hogy itt legyenek velünk együtt, és együtt ünnepeljenek. Várjatok még, még ti várjatok. És érkeznek a lovasok is.